Ez a Pápavárosi Televízió hétfői híradója, köszöntöm nézőinket. Az idei évtől ismét a Pápai Platán Nonprofit Kft. Adja ki a városi lapot, a Pápa és vidékét. A hetente megjelenő újság negyedik számát készíti a szerkesztőség ezekben a napokban. A lap szerdán és csütörtökön kerül a postaládákba. A kiadó célja, hogy minden háztartásba eljusson a heti lap, az ezzel kapcsolatos észrevételeket várják a szerkesztőségben. Ma még csak a nyomtatóból, de holnap már a nyomdagépből jön ki a Pápa és vidéke legfrissebb száma. Évtizedek óta együttműködő, együtt dolgozó kollégákat sikerült visszacsábítani a városrégi új lapjához, így igazából összeszokott csapatként dolgozunk az első pillanattól. Hát az e-heti számnak a legfontosabb témája az mindenféleképpen a legutóbbi képviselőtestületi ülés, hiszen ott egy nagyon fontos döntés született, az egész évet meghatározó döntés, elfogadták a város költségvetését, úgyhogy ez lesz a lap középpontjában, illetve a központi témája a címlapnak. Emellett kulturális témák, sporttémák, oktatással kapcsolatos cikkek, és hát különböző változatos írások olvashatók a következő számban. A városi újság új külsőt kapott, és a megjelenési időpontja is változott. Hetente vehetik kezükbe az olvasók. A külön számmal együtt eddig 4 lapszámunk jelent meg, és ahogy látható, a következően már szorgalmasan dolgoznak a kollégák. A megjelenés napja is változott az újság tekintetében, hiszen szerdára készíti el és szállítja le nekünk a nyomda, és szerdán és csütörtökön van a lap kézbesítése. Ez a megjelenési nap praktikusabb a következő hétvégi rendezvények ajánlásához és a hétvégi eseményekről való tudósításokhoz. A kiadó célja az is, hogy minden háztartásba, postaládába eljusson a lap hétről hétre, szerdán és csütörtökön. Kísérleti jelleggel egy saját kézbesítő hálózatot építettünk fel. Nagyon fontos nekünk az olvasók visszajelzése, ezért szeretném kérni, hogy jelezzék, hogyha nem kapják meg az újságot. Ezt megtehetik a papa.hu e-mail címen, illetve a kastély nyitvatartási idejében bárkit szívesen látunk, hogy bejöjjön és elmondja, hogyha nem érkezett meg hozzá az újság. A kézbesítéssel kapcsolatos észrevételt a 0670 409 6801-es telefonszámon is megtehetik a pápaiak. A bejelentéshez a név és a pontos cím megadása szükséges. Az első visszajelzések egyébként pozitívak, de a kiadó minden háztartásba szeretné eljuttatni a városi újságot. Minden eddiginél több csapat, finomabbnál finomabb disznótoros ételek, koncertek, kiváló hangulat. Harmadik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Nemesgörzsönyi Böllér Fesztivált. Idén a Mórágyi Táncosok csapata bizonyult a legjobbnak, ők vihették haza a Nemesgörzsöny Böllére címet, de természetesen díjazták a legjobb kolbászt, sonkát és a legszebb portát is. A visítástól vigadásig tartó rendezvény tombola sorsolással és koncertekkel zárult. Fogópálinka, pörzsölés, aprítás, sült vér. Így indult a reggel a Görzsönyi Böllér Fesztiválon. Idén minden eddiginél több, 17 csapat nevezett, hogy hurkát, kolbászt és mindenféle finomságot készítsenek a nap folyamán. Azt vettük észre, hogy egyre jobban kihasználjuk azt a helyet, ami rendelkezésre áll. Van még helyünk, de az látható, hogy bővültünk a tavalyi évhez képest. Idén már egy hiá 20 disznó kerül feláldozásra, de különböző örömök oltárán, hisz azért itt a csapatok meglehetősen széles skáláját vonultatják fel a malackodásnak, a disznótori hagyományoknak. Elképesztő, hogy mennyi mindent tanulnak egymástól, esnek el egymástól, hogy a standok egyre szebbek, láthatóan egyre több gondot fordítanak arra, hogy egymást übereljék. A reggeli ételek után készült a toroskáposzta, a kolbász, a hurka, minden csapatnál a saját hagyományok receptek alapján. Az ünnepélyes megnyitón a rendezvény fővédnökei, dr. Kovács Zoltán államtitkár, országgyűlési képviselő, és dr. Hende Csaba, az országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. Disznóölés amúgy valóban egy családi ünnep, de többennél egy hagyomány, egy megtartó, egy éltető tradíció. Azok a hagyományos ízek, amelyeket ilyenkor kóstolunk, eszünkbe juttatják az előttünk járt generációkat. És eszünkbe jut az is, hogy ami jó volt az apánknak, meg a nagyapánknak, az jó lesz nekünk is. Meg a fiúknak, meg az unokáinknak. A Bede Róbert mesterszakács vezette zsűri a nap abszolút győztesének a Mórágyi Táncosokat választotta. A német nemzetiségű tánccsoport a sváb hagyományokat is bemutatta kínálatában. A Sauers vagy Pri, aki ahogy nevezi, egy ilyen svábos étel, ami belsőségekből, húsokból készül.
illetve hogyha reméljük, hogy elkészül a burgonyás kolbász, ami ugye ugyanolyan, mint a másik kolbász, éppen földburgonya van bele darálva, ilyen egyharmad arányba, de svábos étel. Estére természetesen kiürültek a kondérok, elfogytak a kóstolók. A visítástól vigadásig tartó rendezvény koncertekkel és mulatozással zárult. Unokáira a legbüszkébb, pedig volt cégvezető és több sikeres vállalkozást is magáénak tudhat. Sándor Mihály családjáról és munkáiról, feladatairól is beszélt a Jókai Morvárosi Könyvtár családi fotóalbumok sorozatában. A fényképek segítségével nem csak a Sándor család életében nyertek bepillantást az érdeklődők, de a város közelmúltja is megelevenedett. Két gyermeke van és három unokája. A biztos családi háttér is segítette Sándor Mihályt abban, hogy sikeres legyen a munkájában. Kisgyermekként Vaszaron élt 1953-ig. Akkor kellett bezárniuk szüleinek a vegyes kereskedésüket, és Pápára költöztek. A család vallásos, fegyelmezett gyermeknek nevelte a fiút. Mivel édesapám orosz hadifogoly volt, és három évig kinnélt a Hmurizba, ott mongol határ környékén, a keménység az még jobban megerősödött benne. És hát én, hogyha az utca végére kimentem fejelni, és 10 percet késtem a megadott időből, akkor abban a pillanatban kaptam egy rendes pofont, meg is tanultam, hogy mindig, mindenhol mindig pontos vagyok. De kemény kiképzés volt, és ugye érdekes módon abban az időben nem volt divat, vagy nem volt igazán jó, hogyha valaki templomba járt, de mi katolikusok voltunk, és én minisztráltam az Anna templomba. Sándor Mihály a Zimmermannban tanult, majd Győrben a közlekedésgépészeti technikumban érettségizett. Először a vasipari szolgáltatóvállalatnál dolgozott, majd 1976-ban felkérték az AFIT vezetésére. 240 embert foglalkoztatott a vállalat, nagyon sikeres cég volt. Sikertörténet volt, főleg a vége. Ugye, mert a vége azért volt nagyon izgalmas, mert az ismeretlen dolog volt Magyarországon, hogy egy nagy autószerviznek, egy nagy állami autószerviznek miniszervizei vannak. Nos, mi ezt pápaiak kitaláltuk, hogy Pápa környékén, Ugodon, Pápateszéren, Celdömölkön, Dabrogyban miniszerviszt csináltunk, és hát fantasztikus, jó híre volt a falvakban. Sándor Mihály elmondta, hogy a munka mellett kikapcsolódást jelentenek számára a könyvek is. Legszívesebben a régi klasszikusokat olvasgatja. Egy délutára felcserélődtek a férfi és női szerepek a Fogyatékosok Nappali Intézményének ellátottjai között. Egy szoknya, egy nadrág című farsangi műsorukban a régi idők ismert filmzenéit, jeleneteit elevenítették fel, így meseautóval kirándultak egy dunaparti csónakházba, ahol törcsért csináltak a kezükből. A farsangi délután tombola sorsolással és mulatozással zárult. Évről évre hagyomány az ESZI Fogyatékosok Nappali Intézményében, hogy karácsonykor és farsangkor műsorral lepik meg a meghívott vendégeket, szülőket és az intézmény dolgozóit. Idén a csoportban működő filmklub adta az ötletet, hogy a farsangi műsorban a magyar filmgyártás korai szakaszát idézzék fel. A próbák végig nagyon viccesek, humorosak, végül is a farsang a vidámságról szól, és szeretnénk most is megmutatni, hogy milyen kis zajos vidám társaság vagyunk. Szeretjük a vidámságot, ez sokszor, sok esetben segít nekünk sokat. A vidámság, a humor, minden nap szinte ez fontos az életünkben. 3 hét volt a próbákra, a műsort és a jelmezeket is az ellátottak közösen állították össze. A rendezvényen Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte, a volt véradó épületének átalakításával jövőre már egy új helyen rendezhetik meg a műsort. Jövő év elejétől kezdődően szerintem egy olyan helyen, ami kifejezetten igénybe veszi az örök igényeit, egy olyan először olyan helyen a város történetében, hiszen mindig csak kényszer megoldásokat tudtunk eddig találni. Először egy olyan helyen fog otthonra találni majd ez a közösség. A filmzenei kalandozás mellett természetesen egyéni produkciók is voltak, a közönség pedig nagy tapsal jutalmazta az előadásokat. A farsangi ünnepség tombola sorsolással, zenével, tánccal zárult. Pápaváros önkormányzatának egyesített szociális intézménye, család és gyermekjóléti központja a Teutol Lovagrend Bébi étel adományából városi osztást szervez a pápai lakcímmel rendelkező kisgyermekes családoknak. Az osztásra a 3. évet be nem töltött gyermekek jogosultak. Az osztás időpontja február 14-e szerda, 9-től 12 óráig, illetve 14-től 16 óráig. A helyszín a Szent István utca 12, a volt pártház udvara. Az átvételhez a szülő tajkártyája és a gyermek lakcímkártyája szükséges. Kedves nézőink, híreink végén nézzük, milyen időre számíthatunk holnap.
Kedden egy mediterrán ciklon határozza meg időjárásunkat, nyugaton inkább havazás, másút vegyesen hó, havas eső, keleten eső várható. Nyugaton felélénkül, az Alpok alján felerősödik az északi szél, délután legfeljebb 0-5 fok valószínű. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!